Aha, és itt ki kéne ugrani a létrára. Oké. Ó, szia, Eszti! Mit csinálsz itt? Szia, fenyőfát ültetek. És te mit keresel itt? A varázsló nem fog örülni, ha itt lát. Keresem a kutyámat, nem láttad véletlenül? Hogy kerülne ide a kutyád? Nem hiszem, hogy a rejtvényeket megoldotta volna. Hát ügyesen mászik. És te hogy kerülsz ide? Én viszont meg tudom oldani a rejtvényeket. És ki ez a fickó veled? Na jó, elmesélem az egészet. Úgy kezdődött, mint minden daráló, bejelentettem a pályát. Sziasztok, daráljunk valamit szana szét, például itt van Skiller 02 pályája, Rocky megkeresése. Hát akkor keressünk Rockyt. Így kezdünk. Csinos, valami erdőben vagyok. Gondolom nyomjon meg a gombot. Skiller vagy Skiller, nem tudom. Azt mondja nekem, hogy üdvözöllek a pályámon. A szabályokért kattints a szabályok feliratra. Oké. Játsz kalandmódban, ne spam point hoj. Játsz békés módban, minden game room beállítva, a történetét kattints a történet feliratra. Oké. Te egy favágó vagy, és pár hete elköltöztél a nagyszüleitől, a kutyáddal, Rockyval. Minden nap arra ébredsz, hogy a kutyusod liheg a kis házikójában, és egy kellemes kávéval köszönted az új reggelt. Ó, milyen szép. Ma viszont Rocky elszökött, és egy kalandos úton kell megtalálnod. Egészen meseszerű. Ha készen állsz, kattints az indítás feliratra. Oké, készen állok. Jó, azt mondja, olvasd a táblákat, nem bántanak. Jó. Hát akkor fölkelünk az ágyból. A díszítés már jól néz ki. Beszéljünk a virággal. Nem mond semmit. Már miért beszélgetnél egy virággal? Ez csak poén volt, csak inkább figyeljél. Hát, eddig nagyon csinos a pálya. Sokféle blokkot használ, ilyen... Várj csak! Már megint mi van? Ott hagyd el egy ládát. Tessék, ott van egy nagy láda. Jó, amint látod, elterelte a figyelmem a kidolgozottság. Béna vagy. Érdekel a folytatás, vagy nem? Érdekel. Tök jó. Rocky háza. Jajjaj. Azt mondom, te jó ég, Rocky, hová tűntél? Jó, mondjuk ez nem túl favágós hang. Te jó ég, Rocky, hová tűntél? Tegnap előtt elszakott, de hála Istennek a faluban megtaláltam. Esetleg megint arra kóbászott volna? Mielőbb meg kell találnom. Ezt viccesnek tartják a nézőid? Szerintem igen. Aha. A háza sem mond semmit, és itt a kutya kajája, sonka. Egyet elviszek, hát ezzel vissza tudom csalogatni. Így már lóbálom út közben. Rocky! Egyet a Rocky! Itt van valami. Építési terület, belépni tilos. Építik a bányát. Mondja barlangot. Biztos a medve ássa épp. Mi ez? Olyan... Ha, daru. De állat. Nem működik a gép. Ja, ezt nem mélyebb. Ez biztos ilyen bánya. Remélem nem ment le a kutyusom a bányába. Úristen! Hát, még csak ideig jutottak. Oké. Építettek volna felhasználó barátabb lépcsőt ezek a kőbányászok. A falu felé menve találkoztam egy vándorral. Nosza, itt egy ember. Egy vándor. Üdvözlet, merre tartasz? Hé, de hogy jutottál el idáig? Gondoltam, csak a lényeget mondom el. Inkább mondd el részletesebben. Oké. Azt mondja, itt van valami... Júj, ez mi? Azt mondja... Májlis fa... Nem, majális fal van. Oké. Méhek, de poén! Így repkednek a méhek. Nem tudom, miért vagyok mindig oda, de ha ilyen... Nem tudom, de ha ilyen repülő játékos fejek adnak, múltkor a madárról is annyira elcsodálkoztam, nem tudom.
Ezek ilyen hatással vannak rám. Mi van? Ez nagyon gáz. Úgy, te vagyok a repülő blokkokért. Csak parkour ne legyen, mi? Látod, ezért hagytam ki ezt a részt. Ez megint egy olyan pálya, megint sikerült olyat kiválasztanom, hogy így olyan szívesen elnézegetek. Arra egy barnang van. Úgy szívesen elnézegetek, és így tök eltelik a figyelmemet a kalandról. És ennyi. Ezért küzdöttem be magam. Itt van a vízben egy lyuk. Azt mondja, ez nem egy easter egg, nem. És... Hüha. Na, szóval itt egy ember. Egy vándor. Üdvözlet, merre tartasz? Üdv, itt lakok a falutól nem messze, és elsőködt a kutyám, Rocky. Őt keresem, nem látod, merre ment? Tegnap erre találtam meg. Ma lehet megint erre szökött. Ha visszafordulsz, akkor ott valószínűleg lesz egy Shoker, ja, Shoder, úristen, égetem itt magam. Shoder kupac, blá. Ha visszafordulsz, akkor valószínűleg lesz egy Shoder kupac. Ha visszafordulsz, akkor ott valószínűleg lesz egy Shoder kupac. Egy kupac csupasz kukac. Oké, tovább. A nagy fa után balra. Tegnap este ott volt egy átjáró, és arra ment a jószág. Nagy valószínűséggel a hegy felé tarthatott. A faluban a szerszámboltból hozz egy ásót, és azzal talán ki tudnád ásni azt a kupacot. Sok sikert, igazán köszönöm a segítséget. Szóval a falu gondolom arra felé van, és hát itt volt egy nagy fa, ugye? Ajjajjá, ott van, látom. Shoder kupac. Aha, beomlott. Szegény kutyuskám. Hüha, itt megint nagyon csicsás építmények vannak. Üdvözöljük Majális falván. Igen, itt vannak az őrök. Hát ez tök jól néz ki. Ez tényleg jól néz ki. Ez ugye nem aktivál semmit. Na, de... Szebb lenne, ki lenne rakva a gomb. Mondjuk, ha végül is nem mászkál itt semmi, akkor kit zavar. Na mindegy. Előbb beváltom a pénzem, hát úgy könnyebben tudok majd fizetni az ásóért. Beváltom a pénzemet, milyen pénzemet? Csak egy sonkám van, amit el tudok adni. Vagy van itt valami bank, ahol tárolom a pénzemet? Jó, majd kiderül. Lili háza. Ó, meglátogatom a fehér menyecskét. Kezit csókolom, szép asszony. Milyen keze van ennek? Az ügye a keze? Szerintem nem a keze volt. Itt kint tartja a lekvárokat. És van pincéje is. Behallok. Ez milyen? Fogadó! Nem hiszem, hogy a fogadóba tartom a pénzemet, de annyira kíváncsi vagyok, hogy van berendezve. Kocsmára számítottam, oké. Tehát, milyen kis folyó van itt. Azt mondja, kilátó. Ha ott van még valami ház, napraforgóföld. Itt ez szerintem a fogadó, ez a néni háza. Ezt a házat nem néztem meg, hogy micsoda. Azt mondja, beváltóhely. Pont azt hagyom utoljára, mondjuk még van egy ház. Azt mondja, egy ékő, kettő pénz. Ja, és ezt így kiveszem minden, és odarakom. Honnan szerezek én ékkövet? Jó, volt még egy házat, hát adnak ékkövet. És ásó kell nekem is. Ásót meg nem tudom, hol fogok menni. Börtön. Így a földbe ásva a börtön. Pince börtön. De az milyen? Tehát ez a papi... Ez a papfalusi, és be van zárva a börtönbe. Nagyon nem folytatom, aki érti.
Ne riogasd a gyerekeket! Jól van, na. Ott is van valaki, de nincs rajta gomb, úgyhogy ő sem fog égkövet adni. Mi ez? Templom. Ha, tudom én, hol vannak a papok. Rosszalkodtak. Öcsém, de jó. Bácsi se beszél velem. Fejtem ide az orgonához. Megmutatom én, mit tudok. Na, ez körözze Csabinyó. Azt mondja, szerszám volt. Mondja, hogy szerencsés horgász volt, de nem lopom el. Én mondjuk elvittem volna. De ez nem a te történeted. Azt mondja, 7 mi? Egy ásó, egyenlő 7 pénz. Hogy is volt? Egy égkőért 2 pénz, akkor az azt jelenti, hogy 4 égkövet kell valahogyan összeszereznem. Aztán visszamentem a házamhoz. De gáz. Jól van, na, elterelte a persze, figyelmemet. Persze. Mint egy láda, amit ne jól nem néztem meg, és itt van a bakancsom, a pantallom, a vértem, meg a tökfedőm, és van fejszém, meg csákányom, de hogy látom, nem ütnek ki ezek semmit. Ó, és igen, van egy égkövem, meg 5 pénzem, és igen, az pont 7 pénz lesz. Na, jó vagyok. És újra itt vagyunk, beváltóhely, és akkor adjunk egy égkövet. Puff! 2 pénz. Szépen leszámolja, egyes, helyes, ellenőrzi. És itt van az ásó, amivel... Igen, tudom ütni a sodert. És ennyi lett volna a városban? Bakker, ennyit épített, ilyen szépen megcsinálta, és csak ennyi. Hű. Van egy rakás olyan részlet, ami úgy félreesik, például ez a ház belül be van rendezve, és tök hiába, nem is kell oda menni, csak hogyha én felfedezőzök. Fura, már sajnálom, hogy nincsen jobban kihasználva az épület. Biztos sok meló volt vele. Remélem törhetetlen. Jó, nem törhetetlen. Akkor spórolnom kell. Oh, nem is kell nagyon. És tényleg van itt egy átjáró. Hú, hát gondolom lépjek rá. Azt mondja, erre lakik Jack a horgász, ha jól emlékszem, megkérdezem hát, ha velem tart a hegyre. Jó. Nyírhegység. Illetve nyírhegység. Itt így a tóba vezetett az út. De itt van egy másik. Ez is nagyon szép hely. Tök jó meg van csinálva. Jack a horgász háza. Szevasz Jack, itt a padlóba a láda. Oda gyűjti a halat. Hát nem mondtam, hogy szerencsés fogás. Ó, ez váratlan. Üdv a kis hajlékomban. Miért látogattál meg? Üdv, sajnos a kutyám Rocky nagy valószínűséggel elszakadt a hegyre. Egy kis segítségre lenne szükségem. Velem tartanál, hogyha ráérsz. Persze, miért is ne, ha úgysem volt kapásom, szóval pont ráérek. Egy pillanat és hozom a felszerelésem, addig menj tovább az úton. Na, azt tudom, milyen lesz. Ott még egyedül fog menni, nem fog utolérni. De hát igen. A blokkok sajnos nem tudnak követni. Neki is nagyon csecse a háza. Kandallóba sütő. Hát akkor menjünk tovább. Siess, Jack! Mindjárt ott vagyok a lépcsőnél. Már a lépcsőnél vagyok! Jack! Szerintem hagyd abba. Oh. Hát jól megelőzött. Azt mondja, ha a hegy tetejére szeretném menni, akkor ez a legrövidebb út. Hegymászni nem... Megmászni. Oh, Istenem. Biztos késő van. Megmászni nem tudjuk, mert túl meredek lenne, bár ahogy ismerem Rockyt, elég jó hegymászó. Erre felé lesznek a rejtvények, mert a fentlakó varázsló nem nagyon szeretné, ha zavarná is valaki.
akkor nem kéne hagyni. Ha már varázsló, akkor nem szívesen erőltetem magam matra. Igen, gondolom ezeket a színes blokkokat ilyen sorrendbe kell pakolni, és ez lesz majd ellenőrzés. Puff, tök jó. Ajaj. Ha nem érted ezt a feladatot, akkor kattints a feladás gombra. Helyes. Hát... Talán megoldom. Igen, elég az egyiket rátolni, mert a másikra akkor én ráállok. Nem rakja vissza, úgyhogy... Bocsi, de spóroltam az idővel. Gondolom csak az ajtón lehet átmenni. Igen. Majd szólok a varázslónak, hogy cseréljek ki a rejtvényeket. Megoldom. Jó. Belül üreges a hegy. Jók voltak egyébként ezek a feladatok. Nem szokványos. Azt mondja, ez egy régóta elhagyatott bányarendszer. Néhol belakták a pókok, de valamely növényfa is megtelepedett itt. Fönt láthatod azt a létrát, arra kell haladnunk. Azt a létrát. Azt a létrát? Létrát. Ez is egyébként nagyon jól néz ki. Tényleg van egyfajta bánya hangulata. Ó, holra építették a sineket? Az igen. Aha, és itt ki kéne ugrani a létrára. Oké. Sikerült. És most itt tartok. Értem. Hát tényleg nem láttam a kutyádat, de remélem, hogy megtalálod. Köszi, akkor tovább is megyek és keresem. Szia! Szia! Ó, találtál valamit? Ugye találtál valamit? Azt mondja, fantasztikus, megtaláltam egy rókalyukban. Roki, hogy a jó égbe kerültél ide? És tényleg megtalálta, ó, kiskutyám, Roki! Szia! De még mit mondunk? Super, nagyon szépen, köszönöm, hogy segítettél. Van nálam egy kis utalom a részedre. A faluban szereztem egy remek horgászbotot. Á, igen, amit nem loptam el. Úgy vélem, szerencsét fog hozni minden pecázásnál. Hálás köszönet, remélem majd jobban vigyázz a kis vakarcsra. Itt a vég a pályának, a befejezését kattints a befejezés feliratra. Király. Hú, ez tök jó volt. Lássuk a befejezést. Ó, és itt vagyunk a kezdőhelyen. Nem a kezdőhely, vagy a szöveg változott meg. Köszönöm, hogy időt szántál ennek a pályának a végigjátszására. Remélem tudtam okozni egy kis fejtörést ezzel a kis pályával. Hát azt nem mondanám, de egyébként nagyon hangulatos volt. Körülbelül olyan 19 óráig építettem és terveztem. A hibákért előre is bocsánat. Fú, hát ez egy nagyon szép pálya volt, nagyon tetszett, tényleg nagyon szívesen nézegettem. Nézegettem, igen, még el is terelte időnként a figyelmemet a kalandról. A kaland egyébként hangulatos volt, tetszett, egyszerű kis történet, de nem tudom, én bele tudtam magam élni, szóval tök jó volt, minden rendben volt. Nem is nagyon tudok negatívat mondani. Talán annyit, hogy mit tudom én, hogy mondjuk tolvajnak nézte a játékost, automatikusan úgy vett, hogy el fogja venni a horgászbotot, én nem mertem, nem akartam lopni. Azt szerintem egy kicsit máshogy kellett volna, de hát ez se nagy negatívum. Egy kicsit sajnáltam egyébként, hogy nincsen jobban kihasználva ez a város, csak ennyire használta, mert olyan szépen meg van csinálva, de azért azt nem mondom, hogy hiányoztak oda a küldetések. Jó volt így, szóval azt azért nem mondom, hogy meg kellett volna bonyolítani ezt az ásó szerzést, az így jó volt. Csak hát úgy sajnálom, annyira kidolgozta, és tényleg csak ennyire jöttünk be. Szóval ez egy nagyon szép pálya volt, gratulálok a készítőnek, de hát látszik is a pontszámon, hogy tetszett. A kézikönyv óvjon. Ó, szia Eszti, mit csinálsz? Szia! Fenyőfát ültetek.
És most mit kell mondanom?